Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban megint filmekből fogunk angolul tanulni. Azt fogjuk megbeszélni, hogy hogyan használd a feliratokat a tanulási folyamat során. Nos, előjáróban annyit, hogy én azért szeretem nagyon ezt a módszert, tehát hogy filmekből vagy sorozatokból tanulsz angolul, mert mind a kezdők, mind a haladók találnak benne érdekességet, és tudnak fejlődni és haladni az angol tanulásban ezzel a módszerrel. Ugyanakkor szintén szeretném leszögezni, hogy minden, amit mondok ebben a videóban, csak akkor ér valamit, hogyha rendszeresen használod ezt a módszert. Mit jelent az, hogy rendszeresen? Én azt tartanám ideálisnak, hogyha minden nap, tehát a hét minden egyes napján néznél valamilyen angol nyelvű tartalmat, és megpróbálnál tanulni belőle. De hogyha ez nem megy, akkor legalább egy héten 4 alkalommal, tehát 4-szer használd ezt a módszert. Hogyha havonta vagy 2 havonta egyszer beteszel egy DVD-t, vagy megnézel egy filmet a Netflixen, és próbálsz abból tanulni, akkor az egésznek semmi értelme. Jó? Tehát minimum egy héten 4-szer, de ideális esetben egy héten 7-szer. Nézzük akkor legelőször a teljesen kezdők módszerét. Nekik azt javaslom, hogy ugyanazt a filmet, vagy ugyanazt a részt 3 alkalommal nézzék meg. Legelőször angol nyelven, de magyar felirattal, azért, hogy minden egyes részlet egyértelmű legyen, hogy miről szól éppen az adott rész. A második alkalommal szintén angol nyelven, de angol felirattal, épp azért, hogy lássák, hogy azokat a helyzeteket milyen szavakkal, szerkezetekkel és szófordulatokkal használják vagy végzik az adott szereplők. És a harmadik alkalommal csak angol nyelven, mindenféle felirat nélkül, éppen azért, hogy amikor most már teljesen tisztában vagy azzal, hogy mi történik abban az adott részben, vagy abban az adott sorozatban, akkor végre tudj csak a szereplőkre, a testbeszédre, a hanglejtésre, a gesztusokra koncentrálni. Tehát először magyar felirattal, aztán angol felirattal, és harmadszorra felirat nélkül. Mivel tudom, hogy ez meglehetősen egy időigényes dolog, ezért azt javaslom, hogy mindenképpen valamilyen komédia sorozattal, tehát sitcommal kezdj, éppen azért, mert ezeknek viszonylag rövid a formátuma, ugye egy rész az körülbelül 22 perc, tehát ha 3-szor egymás után megnézed, az sem fog többet elvenni az idődből, mint mondjuk 1 óra. És az a második szempont, hogy azok az élethelyzetek, amik ott bemutatásra kerülnek, azokkal nagyon könnyen találkozhatsz a saját életedben is. Tehát az egyik szereplő éppen randira készül, a másik szereplő éppen állásinterjúra megy, a harmadik szereplőt pedig éppen meglátogatják a szülei, ugye? Tehát ezek veled is nagyon könnyen előfordulhatnak, és nagyon hasznos az a nyelvezet, amit ezekből felszedhetsz. Ezután jön a második 2-es számú lépés, amit nevezzünk középhaladó filmnéző technikának. Itt ugye az a lényeg, hogy az első lépés, tehát a magyar nyelvű feliratot kiiktatjuk a folyamatból, és ugyanazt a részt 2-szer fogod megnézni, először angol nyelven, de angol felirattal, éppen azért, hogy minden egyértelmű legyen, hogy mi történik az adott részben, és utána ugyanazt az epizódot megnézed még egyszer felirat nélkül, amikor már megint csak a szereplőkre fogsz figyelni. Nagyon fontos a következő kérdés, amit nagyon gyakran meg is kérdeznek tőlem, hogy mennyi idő teljen el az 1-es és a 2-es lépés között, tehát mikor válts erre a magyar felirat nélküli tanulási módszerre. Nos, azt kell, hogy mondjam neked, hogy ez minden tanulónál más. Attól is függ, hogy milyen sorozatot nézel, attól is függ, hogy mennyire gyakran nézed ezeket a sorozatokat, de én mindenképpen azt javaslom neked, hogy ha rendszeresen, tehát még egyszer aláhúzom, ha rendszeresen használod ezt a módszert, akkor mondjuk 2 hónapi
magyar feliratos filmnézés után próbálj meg leszokni a magyar nyelvű feliratokról, és állj át a kettes számú, tehát a középhaladó módszerre. Tehát 2 hónap után. Nagyon gyakran látom azt, hogy a diákok beleragadnak, vagy mondjuk azt, hogy elkényelmesednek ezzel a módszerrel, és szépen folyamatosan ugyanúgy 3-szor nézik meg az adott sorozatot, és folyamatosan használják a magyar nyelvű feliratokat, mint egy mankót. És elfelejtik azt, hogy az egész folyamatnak az a lényege, és tulajdonképpen a végső célja, hogy az összes feliratot teljesen kiiktasd a tanulási folyamatból. Tehát még egyszer mondom, ha teljesen kezdő vagy, akkor 2 hónap után próbáld kihagyni a magyar feliratokat, hogyha nagyon nem megy, és nagyon nem érted azt, hogy mi történik az adott részben, akkor továbbra is természetesen használhatod a magyar feliratot. Lehet, hogy még nem értél el arra a szintre, és még szükséged van a magyar nyelvű szövegre, de minden egyes következő hónapban szintén próbálj meg leszokni erről, és előbb-utóbb garantálom neked, hogy sikerülni fog, tehát nem lesz már szükséged a magyar nyelvű szövegre. Térjünk vissza a második, tehát a kettes számú, a középhaladó szintre. Itt már nem kötelező csak vígjáték sorozatokat nézned, természetesen maradhatsz ezeknél is, de megnézhetsz például egy dokumentumfilmet, vagy akár egy vígjáték, vagy akár egy játékfilm sorozatot is, tehát egy hosszabb időkerettel rendelkező sorozatot is, és így fogunk szépen tovább haladni a harmadik lépés, vagyis a haladó irányába. Ugyanazt mondom, mint az előbb, a váltással kapcsolatban, tehát hogyha már mondjuk 2 hónapig folyamatosan gyakoroltál a középhaladó módszerrel, az angol feliratokkal és az angol nyelvű filmmel, akkor 2 hónap után próbáld meg teljesen kihagyni az angol nyelvű feliratokat, és koncentrálj csak a szereplőkre, mindenféle felirat nélkül. És így jutottunk el ugye a harmadik szintre, a haladó szintre, ahol már azt feltételezzük, hogy nem használsz feliratokat. De, ha komolyabb és komplexebb sorozatokat nézel, és szeretnék is egy példát hozni erre, mondjuk a Dr. House sorozatot nézed angol nyelven, ami az egyik személyes kedvencem, akkor nagyon könnyen előfordulhat, hogy még mindig lesznek olyan részek az adott epizódban. Nem azt mondom, hogy a teljes epizód, de mondjuk egy adott rész az epizódban, amit egyszerűen nem értesz. Úgyhogy én azt javaslom neked, hogy ha van egy ilyen rész az epizódban, akkor szintén állj vissza erre a módszerre, tehát próbáld meg mondjuk azt az 5 perces részt először megnézni még egyszer angol felirattal, hát ha ez segít a rész teljes megértésében, és hogyha végképp még mindig nem érted, ugye ha ismeritek, gondolom, a Dr. House sorozatot, akkor tudjátok, hogy nagyon gyorsan beszélnek a szereplők, és nagyon sok a szakmai, tehát az orvosi angol, amit használnak. A Dr. House ugye nagyon, nagyon rövid és cinikus megjegyzéseivel nyakon öntve, vagy dúsítva. Tehát, hogyha még angol nyelvű felirattal sem érted azt, hogy mit akar mondani a szereplő, akkor tér vissza a gyökerekhez, és azt a részt nézd meg még egyszer magyar felirattal is. Jó, tehát még egyszer akkor foglaljuk össze, a teljesen kezdők nézzék meg az egyes részeket magyar felirattal, angol felirattal, aztán felirat nélkül, a középhaladók angol felirattal, és aztán felirat nélkül, illetve a haladók felirat nélkül, illetve ha vannak olyan részek, amelyeket egyáltalán nem értenek, akkor folyamatosan lépjenek vissza először az angol felirat, aztán pedig a magyar felirat irányába. Nos, én köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!